Nézzük meg most meg ennek a 99-es klasszikus sudokúnak a megoldását. Anélkül, hogy részletesebben beszélnék róla, azonnal látható, hogy egyeseket sajnos egyelőre nem tudunk sehova sem beírni. Hiszen nincsen egyetlen egy olyan hely sem, ahova egyértelműen kirendhetnénk, hogy na, ide kell, ide már csak egyes írható be, és más pedig nem. Illetve máshova, ezen a helyen kívül az egyes nem írható be. Nézzük a ketteseket. Nézzük most ezt a négyzetet itt, ezt a 3x3-os négyzetet. Semmi ide nem tudunk kettesbe írni. Ez miatt. Kettes miatt. Ez miatt pedig sem ide. Maradt tehát ez és ez a hely a kettesnek. Ide azonban nem jöhetünk kettes, mert ebben a sorban már van egy kettesünk, tehát akkor ebben a négyzetben a kettes már csak ide tudhatjuk sehova máshova. És nézzük ezt a négyzetet itt. Ez miatt a kettes miatt nem jöhet a kettest a felső sorába, ez miatt a kettes miatt pedig a középső sorába sem ide. Maradt tehát a alsó sor, ide nem jöhet a kettest ez miatt. Hát akkor ebben a négyzetben a kettest már csak ide vagy ide írhatom. Ez két hely még. Igen, ám, de ha most megnézzük ezt a kanapé 3x3-as négyzetet, akkor abban az látszik, hogy ez miatt a kettes miatt ide, ide és ide nem írhatok már kettest, és ezen kívül ide sem már csak ez, ez és ez a hely maradt. Ami viszont azt jelenti akkor, hogy mivel ebben a négyzetben a kettes már csak a középső oszlopba kerülhet, ezért itt sem lehet már kettes ebben a négyzetben. Így aztán ebben a négyzetben a kettes már csak ide jöhet sehova máshova. Most megnézem még egyszer ezt a négyzetet itt, és megnézzük most a sorokat, akkor abból az látszik, hogy ez miatt a kettes miatt nem írhatok kettest már ide. Ugye emlékszünk még rá, hogy ez miatt a kettes miatt ezt az oszlopot nem is kell itt, hogy figyeljük. Tehát marad ez, ez és ez a hely. Ide tehát nem írhatunk kettest, ez miatt a kettes miatt. Ide pedig, ez miatt a kettes miatt. Így aztán ebben a négyzetben a kettes már csak ide írható sehova máshova. És ha jól látom, akkor ezzel az összes kettesünk is megvan. Tehát mehetünk a hármasokra. Itt van egy hármas, aktiválom. Viszont hármasokat sajnos nem tudunk beírni sehova sem, nézzük a négyeseket. És nézzük most ezt a négyzetet itt. Ide a kettes alá sem ide nem írhatok már négyest, mert ebben az oszlopban már van egy négyesünk. Itt pedig a nyolcas alá nem írhatok már négyest, ez miatt a négyes miatt, sem ide. Maradt el, ez és ez a hely. Alulra nem írhatok négyes, mert ebben a sorban viszont már van egy négyes. Tehát akkor ebben a négyzetben a négyes már csak ide jutható sehovásról. És nézzük ezt a négyzetet itt. Az alsó sorában nem írhatok négyest, ez miatt a négyes miatt itt. A középső sorában pedig ez miatt a négyes miatt. Így aztán marad a felső sor. A felső sorban viszont nem írhatok négyest, ez miatt a négyes miatt. Ide pedig ez miatt a négyes miatt. Tehát akkor ebben a négyzetben a négyes már csak ide jöhet sehol máshol. Itt hiányzik még négyes ebből a négyzetből. Alulra nem írhatok négyest, ez miatt a négyes miatt. Sem ide, fölülre pedig ez miatt a négyes miatt.
maradtál a középső sor, ez és ez az elem itt. Ide azonban nem jöttek négyes, mert ebben az oszlopban már van egy négyesünk itt van. Tehát akkor ebben a négyzetben a négyes csak ide jöhet. Most megnézzük ezt a négyzetet, mert ebből hiányzik még négyesünk. A középső oszlopában nem jöttek négyes, de itt a négyes miatt sehova sem. Maradt tehát a jobb szélső oszlop. Ide nem jöhetek négyest, ez miatt a négyes miatt, ide pedig ez miatt a négyes miatt. Így aztán ebben a négyzetben a négyes már csak ide jöhet sehol máshova. És ezzel megvan az összes négyesünk is, mehetünk az ötösökre. Ez miatt az ötös miatt, ebben a négyzetben alulra sem ide nem írhatok már ötöst, maradtál ez és ez a hely neki. Ha ezt most megjegyzem, akkor kiderül, hogy ebben a négyzetben sem ide nem írhatok már ötöst, ide pedig ez miatt nem írhatok ötösre. Maradt át a felső sora ennek a négyzetnek, az ötös számára. Ide nem jött a kötöst ez miatt, ide pedig ez miatt, hiszen ebben az oszlopban már van fönt ott egy ötösünk. Vagyis ebben a négyzetben az ötös már csak ide jöhet. Nézzük ezt a négyzetet itt. Ide nem írhatok ötöst, ez miatt az ötös miatt, ide pedig sem ide, ez miatt az ötös miatt. Maradt tehát ebben a négyzetben ez és ez a hely, ide azonban nem írhatok ötöst, mert ebben az oszlopban itt lenn már van egy ötösünk. Tehát akkor ebben a négyzetben az ötös már csak ide jöhet. Mi van ebben a négyzetben itt? Hát sajnos úgy néz ki, hogy itt ez miatt az ötös miatt nem írhat a kötöst. Ezek már megteltek, ezek a helyek itt, tehát ötösnek ebben a négyzetben már csak ez és ez a hely maradt. Alulra nem írhat a kötöst azonban, most megnézzük a sorokat is, ez miatt az ötös miatt, de még mindig szabadon maradt az ötösnek ez és ez a hely. Ha viszont azt is figyelembe vesszük, hogy ebben a négyzetben sem ide nem írhat a kötöst, ez miatt az ötös miatt, ezért ebben a négyzetben az ötös már csak itt, vagy itt lehet. Ami azt jelenti akkor, hogy ebben a négyzetben a középső sorban itt, tehát nem lehet ötös. Így aztán ebben a négyzetben az ötös már csak itt maradhat sehol. Nem kerülhet az ötösünk. Nézzük akkor most a hatosokat. Nézzük ezt a négyzetet itt. Hát ennek a felső sorában sem ide nem írhatok hatost, ez miatt a hatos miatt. Maradt el ez és ez a hely. Ide azonban nem írhatok hatos, mert ebben az oszlopban már van itt lent egy hatosunk, tehát akkor ebben a négyzetben a hatosnak már csak ez az egy hely maradt. Több hatost nem tudunk elhelyezni, úgy látom, nézzük a heteseket. Hát ebben a négyzetben ide nem írhatok hetest, ez miatt a hetes miatt. Ebbe a három helybe pedig ez miatt a hetes miatt. Vagyis akkor ebben a négyzetben a hetesnek már csak az egy hely van. Ebből persze következik az, hogy ebben a négyzetben a középső sorba már nem írhatok hetest, ez miatt ugye,
Tehát ebben a négyzetben, mivel a többi az már kitöltött itt fönt, a hetesnek már csak ez, ez és ez a hely maradt, magyarán itt csak az alsó sorba írhatunk hetest. Ez miatt viszont ebben a négyzetben ide már nem írhatok hetest, ez miatt pedig sem ide nem írhatok hetest. Maradt tehát a hetesnek ebben a négyzetben ez és ez a hely. Sokra. Először is keresünk egy 8-ast. Itt egy 8-as, aktiválom. És hát azt kell mondjam, hogy 8-asokat sajnos még mindig nem tudunk elhelyezni, hiába van már ilyen sok elemet kitöltve. Nézzük a 9-eseket. És nézzük ezt a négyzetet. Ez miatt a 9-es miatt, ugyanis ebben a négyzetben sem ide nem tudom már 9-est írni. Maradt tehát ebben a négyzetben a 9-esnek ez az egy helyét. Most megnézzük ezt a négyzetet itt fönt. Most beír 9-es miatt nem tudunk 9-est írni már ide. Ez miatt a 9-es miatt pedig ide. Így aztán a 9-es ebben a négyzetben már csak ide és ide kerülhet. Ide azonban nem, mert most megnézve a sorokat látható, hogy ebben a sorban már van egy 9-esünk itt. Tehát akkor ebben a négyzetben a 9-es már csak ide jöhet. Kilenceseket nem tudunk sajnos elhelyezni, nézzük az egyeseket újból, tehát kezdünk egy újabb kört. Nézzük most ezt a négyzetet. Ez miatt az egyes miatt ide már nem írhatok egyest. Maradt tehát ez és ez az elem az egyesnek. Igen ám, de most megnézzük itt ezt a négyzetet itt, akkor látható, hogy ez miatt az egyes miatt ennek a négyzetnek a középső sorában sem ide nem írhatok már egyest, ami azt jelenti, hogy az egyes ebben a négyzetben valahol az alsó sorban lesz. Egész pontosan vagy itt, hiszen ebben az oszlopban már van egy egyesünk. Ami viszont azt jelenti, hogy most visszatérünk erre a négyzetre, hogy itt már nem lehet egyes. Itt sem lehet egyes, ugye ez miatt az egyes miatt, tehát akkor ebben a négyzetben az egyes már csak itt lehet sehol másutt. További egyeseket sajnos nem tudunk elhelyezni. Ha jól emlékszem, a 2-esek már megvoltak, igen. Nézzük a 3-osokat. Nézzük ezt a négyzetet. Ez miatt a 3-as miatt sem ide. Nem tudok már 3-ast írni, maradt el ez és ez a hely. Ami ugyan... még nem eldönthető, hogy hova kerül a 3-os, viszont annyit segít nekünk erre a négyzetre rátekintve most már, hogy a 3-as itt már nem szerepelhet. Valamint nem szerepelhet itt sem, ez miatt a 3-as miatt. Vagyis akkor kizártuk ebben a négyzetben a 3-as innen és innen, ez az egy hely maradt át a 3-asnak ebben a négyzetben. Ha most megnézzük ezt a négyzetet itt, most bejött 3-as, nem írhatok 3-as ide, ebben a négyzetben. Ez miatt a 3-as miatt pedig az alsó sorában. Sem ide, sem ide, sem ide nem írhatok 3-as.
így aztán ebben a négyedben a hármasnak már csak az egy hely maradt. Most térjünk rá erre a négyzetre itt. Ez miatt a hármas, mert nem lehet már hármas. Ennek a négyzetnek az alsó sorában sehol sem. Maradtál ez és ez a hely. Ide azonban nem jutok hármas, mert ebben az oszlopban itt fönn már van egy hármasunk. Hát akkor ebben a négyzetben a hármas már csak itt lehet. Nézzük ezt a négyzetet itt. Ez miatt a hármas miatt ennek a középső oszlopában már nem írhatok hármas sehova sem. Maradt tehát akkor ebben a négyzetben a hármas, meg ez és ez a hely. Ami viszont azt jelenti, rátérve most erre a négyzetre, itt már nem lehet hármas. Hiszen az utolsó oszlopban a hármas vagy itt, vagy itt lesz majd a végén. Ide sem írhatok hármast, ez miatt a hármas miatt. Maradt tehát az első oszlop. Ide nem írhatok hármas, most ránézve a sorokra. Ez miatt. Ide pedig ez miatt. Így aztán ebben a négyzetben a hármasnak már csak ez az egy hely maradt. Menjünk tovább a négyesek felé. Azok megvannak. Nézzük az ötöseket. Közben azért tennék egy olyan megjegyzést, hogy az alulról számított harmadik sorban ebben itt egyetlen egy elem hiányzik, tehát azt meg tudjuk mondani, hogy micsoda. Én azonban nem váltanék meg gondolkodásmódot, főleg így, hogy most az ötösnél vagyunk, ugyanis azonnal látszik, hogy ebben a négyzetben elmiért az ötös miatt már nem jöhetek ötöst ennek a négyzetnek az alsó sorába. És ezen kívül egyetlen egy hely marad az ötösnek, az pedig ez itt. Ez az ötös, most beírt ötös kizárja ebben a négyzetben az ötös lehetőségét innen. Ez az ötös pedig innen is, meg innen is. Így aztán ebben a négyzetben az ötösnek már csak ez az egy hely maradt. És akkor ezzel megvan összes ötösünk is, megyünk a hatosokra. Újból. Hatost még mindig nem tudunk elhelyezni, nézzük a heteseket akkor. Hát heteseket sem tudunk elhelyezni. Nézzük a nyolcosokat. Nézzük egy nyolcost. Nézzük most ezt a négyzetet itt, de előtte még vessünk egy pillantást erre a négyzetre. Innen ugyanis kizárt a nyolcasnak a lehetőség ez miatt is, meg ez miatt is. Így aztán ebben a négyzetben a nyolcas már csak itt, vagy itt szerepelhet. Ami persze a felső 3x3-as négyzetben kizárja a nyolcasnak a lehetőséget innen is, meg innen is, innen pedig ez zárja ki a 8-as lehetőséget, vagyis ebben a négyzetben a 8-as már csak ideírható sehol máshol. Most megint teszek egy megjegyzést, mert ezzel ebben az oszlopban is kialakult az a helyzet, hogy már csak egyetlen egy elem hiányzik ebben az oszlopban. Amit persze akkor nagyon könnyen meg tudom mondani, most már micsoda kell, hogy legyen. Nézzük azonban még mindig a nyolcasokat.
ebben a négyzetben is, ugyanis ide nem írhatok 8-as, ez miatt a 8-as miatt. Ide pedig, meg ide sem, ez miatt a 8-as miatt. Hát akkor ebben a négyzetben a 8-as már csak ide is ahol máshova, és most megnézzük ezt a felső négyzetet, akkor azonnal látszik benne, hogy ez miatt a 8-as miatt már nem írhatok vele egy oszlopban sehova sem 8-as, sem ide, sem ide. A most beírt 8-as miatt pedig sem ide, illetve itt már csak egy hely van, ahol nem írhatom, ez itt. Tehát ez pontosan elég nekünk, mert akkor ebben a négyzetben a 8-as már csak ide írható. Ez a most beírt 8-as ebben a bal szélső háromszalámos négyzetben kizárja a 8-as lehetőségét innen, és akkor ebben a négyzetben a 8-asnak már csak ez egy hely maradt. Ez a most beírt 8-as ebben a négyzetben kizárja a 8-asnak a lehetőségét innen is, meg innen is maradt, tehát ez és ez a hely. Középre azonban nem írható, hiszen itt már van egy 8-asunk ebben a sorban. Vagyis akkor ebben a négyzetben a 8-as már csak ide írható. Nézzük most ezt a négyzetet. Ebben a négyzetben ide már nem írhatok 8-ast, ez miatt a 8-as miatt, és ezen kívül ebben a négyzetben a 8-asnak már csak az egy hely maradt szabadon. Most nézzük ezt a négyzetet itt. Ide tehát nem írhatok 8-as mondjuk ez miatt. Maradt tehát ez és ez a hely, ide azonban alulra nem írhatok 8-as, mert ebben a sorban már van egy 8-asunk. Tehát akkor ebben a négyzetben 8-as már csak ide jött. És akkor ezzel megvan az összes 8-asunk is. Közben persze egyre több olyan hely alakul ki, amit egyértelműsíteni tudunk, hiszen csak egyenlem hiányzik például ebben a négyzetben. Ebben a 303-as négyzetben már csak egyenlem hiányzik. Nem váltanék még mindig gondolatmenetet. Nézzük most a 9-eseket. Nézzük talán ezt a négyzetet. Ez miatt a 9-es miatt nem jött a 9-est ide, ez miatt a 9-es miatt pedig sem ide, sem ide maradt, tehát ebben a négyzetben a 9-esnek ez és ez a hely. Ide azonban nem jött a 9-es, mert ebben az oszlopban itt fönn már van egy 9-esünk. Pontosan azt jelenti akkor, hogy ebben a 3x3-as négyzetben a 9-es már csak ide írható sehova máshova. Mi a helyzet ebben a négyzetben? Ide nem írhatok 9-est, ez miatt a 9-es miatt sem, meg ez miatt a 9-es miatt sem maradt, tehát ez és ez a hely. Az alsót azért kell kizárjuk, mert ebben a négyzetben a 9-es már csak az alsó sorban szerepelhet, egész pontosan csak itt és itt majd, ez miatt a 9-es miatt. Így aztán ebben a négyzetben a 9-es már csak itt lehet sehol máshol. További 9-eseket sajnos nem tudunk beírni, nézzük az 1-eseket újból. És akkor már is látszik, hogy ebben a 3x3-as négyzetben a hiányzó 1-elem az az 1-es, ennek tehát mindegynek kell lenni akkor. Ebben a 3x3-as négyzetben a most beírt 1-es kizárja az 1-es lehetőségét alulról, innen és innen. Ebben a négyzetben az 1-es már csak ide jöhet sehol máshol. Nézzük most ezt itt. Ez az 1-es kizárja az 1-es lehetőségét innen és innen. Maradt tehát ez és ez a hely. Föntre nem írhatok 1-est azonban, ez miatt az 1-es miatt. Ezt egy kell, hogy legyen akkor sehol máshol nem lehet.
meg ebben a négyzetben az egyes. Nézzük ezt itt. Ez miatt az egyes, mert nem lehet egyes már itt. Maradt tehát ez és ez a hely. Ide azonban, ha megnézzük az oszlopokat, ez miatt az egyes, mert már nem írható egyes. Ez lesz tehát ebben a négyzetben az egyes. És nézzük ezt a négyzetet. Ez miatt az egyes, mert nem írható egyes, már sem ide, sem ide. Így aztán ebben a négyzetben az egyesnek már csak az egy hely. Most már csak ebből a 3x3-as négyzetből hiányzik egyes. Ott is az alsó sorból, ide nem írhatok egyest, ez miatt az egyes miatt, ide pedig ez miatt az egyes miatt. Vagyis akkor ebben a négyzetben az egyes már csak ide jöhet. Ugye a kettesek azok megvoltak. Elég megnézzük. Rosszul emlékezzünk, nézzük a hármasokat, hát azok még nem voltak meg, viszont ezt a négyzetet figyelve azonnal látszik, hogy ide nem kerülhet hármas, ez miatt a hármas miatt. És ezen kívül ebben a négyzetben szabadon már csak az egy hely maradt. És nézzük ezt a négyzetet. Ebben két szabad helyünk van már, csak nincs még benne hármas, ide nem is jöhet hármas, mert ebben az oszlopban már van egy hármas, így aztán ebben a négyzetben a hármas már csak itt lehet, szóval másutt. És nézzük ezt a négyzetet itt. A felső sorban nem írhatok hármast, ez miatt a hármas miatt, az alsó sorban pedig a most beírt hármas miatt. Így aztán ebben a négyzetben a hármasnak már csak ez az egy hely maradt. Ezzel megvan az összes hármasunk is. Nézzük a négyeseket, azok ugye megvoltak. Nézzük az ötöseket. Azok is megvannak. Nézzük a hatosokat. Na, azok még nincsenek meg, viszont azonnal látszik, hogy ebből a négyzetből még hiányzik a hatos. Egy üres helyünk van, ez tehát hat kell, hogy legyen. Ugyanaz a helyzet ezt a négyzetet nézve is. Ezt a négyzetet nézve nem ugyanaz a helyzet, viszont két szabad helyünk van. Ebből a egyiket azonban azonnal kizárhatjuk ez miatt a hatos miatt, így aztán ebben a négyzetben a hatos már csak ide jöhet. Most nézzük ezt a négyzetet itt. A most beírt hatos miatt nem jöhet már hatos ide, így aztán ebben a négyzetben a hatosnak már csak az egy hely maradt. Most nézzük ezt a négyzetet itt. A most beírt hatos miatt nem írhatok hatost már ide. Így aztán ezen kívül ebben a négyzetben a hatosnak már csak az egy hely van. És akkor ez az összes hatosunk is megvan. Most közelítünk a vége fele. Itt egy hetesünk, aktiválom. Azonnal látszik most már, hogy ebben a négyzetből hiányzik a hetes ennek az egy helynek. Tehát itt hétnek kell akkor lenni. Ez a most beírt hetes ebből a négyzetből kizárja a hetes lehetőségét innen, tehát akkor ebből a négyzetből a hetes már csak egy lehet, sehol másutt. Ez a hetes, a most beírt hetes kizárja a hetes lehetőségét ebben a négyzetben innen, vagyis akkor ebben a négyzetben a hetes már csak ide jutó. Ebből a négyzetből is hiányzik még egy hetesünk. Egyetlen egy helyünk van, ez tehát 7 kell, ugyanezt tudom mondani erre a négyzetre is. Egyetlen egy hiányzik, az a 7-es, ami hiányzik belőle. Egyetlen egy hely van, tehát ennek itt 7-nek kell akkor lennie, és ugyanezt tudom mondani erre a felső 3x3-as kis négyzetre. Ez tehát itt 7 kell, hogy legyen. Nézzük a 8-asokat akkor. Azok megvannak, nézzük a 9-eseket. Hát azok még nincsenek meg, viszont azonnal látszik, hogy ebben a négyzetben hiányzik még a 9-es. Egy helye van benne, ez tehát 9 kell, hogy legyen. Ugyanezt tudom mondani erre a négyzetre is, egy helye van üresen benne számára, ez tehát itt 9 kell akkor, hogy legyen. És akkor ezzel ezt a 9-es sudokut meg is fejtettük, ennek a megoldása így néz ki.